Az oktatási intézményben már hagyomány, hogy minden tavasszal a diák hét keretein belül kapcsolódnak ki a tanulók. A program első napja az egészséges életmódról szólt, különböző szűrővizsgálatokon és ellenőrzéseken vehettek részt a diákok. Megismerkedhettek az ásványok és fűszernövények gyógyító erejével, valamint bepillantást nyertek az alternatív gyógymódok világába. Március utolsó napján szabadtéri programok fogadták a fiatalokat. Aki megéhezett a veterán járművek bemutatóján, az ügyességi versenyeken, az megkóstolhatta azokat a kint készült ételeket, amelyeket az iskola főző csapatai készítettek. A délelőttöt traktorhúzó verseny és lovaskocsikázás is színesítette. A rendezvénysorozat olyan lehetőségeket kínál a diákoknak, amelyekre tanév közben, tanulási időben nincs módjuk. Az egész éves tanulás után egy kicsit le kell engedni a gőzt, én úgy gondolom, és ez a szép tavaszi nap erre tökéletesen alkalmas. A fiúk kicsit más környezetben barátkoznak az iskolával, közösségépítés szempontjából is nagyon fontosnak tartjuk. Az osztályok ilyenkor kicsit jobban összejönnek, és a tanáraik is más szituációkban találkoznak a tanulókkal, mint a tanórákon. Az Országos Mentőszolgálat, valamint a katasztrófavédelem munkatársai interaktív bemutatót tartottak arról, milyen következményekkel jár egy diszkó baleset. Muszáj felhívni a fiatalok figyelmét arra, hogy mivel is jár egy ilyen, hiszen nagyon sok esetben találkozunk olyannal, amikor fiatal embereket, lányokat kell kivágnunk egy autóból, hiszen felelőtlenül ülnek be az autóba, ittasak, vagy esetleg valamilyen drog hatás alatt állnak, és nem mérik fel azt, hogy mivel is járhat ez. Nem kötik be a biztonságévet, erre is nagyon szeretnénk felhívni a figyelmet. A színlelt katasztrófa sokkolta a diákokat, sokan ezért is tartották fontosnak a bemutatót. Nagyon hasznos, mert nagyon sok felelőtlen fiatalkorú van, aki akár részegen is beül autóba, és talán ennek a megmutatása, hogy milyen következmények lehetnek ebből, nagyon fontos lehet abban, hogy elrettentő példát mutasson arról, hogy ne tegyék és inkább választanak valami biztonságos utat a hazatérésre. A programsorozat még pénteken is folytatódik a Bánkiban, akkor fordított napot rendeznek. Tanárok és diákok főzőversenyen és focibajnokságon mérhetik összetudásukat.